Sziasztok, ez itt a Kultúrkrimó. Itt vagyunk most a Bank 3 Palacsinta bárban, amit bátran hívhatunk a palacsinták mekkájának. Nézzünk körül, hogyan is készülnek ezek a finomságok. Most pedig Pataki Mátyással fogunk beszélgetni a palacsinták rejtelmeiről. Szia! Az első kérdésem az lenne, hogy szerinted mégis mi a jó palacsinta titka? Sziasztok! Hát ezt nagyon nem lehet kiadni, mert ahogy a nagymamám mondja, ezt mindenkinek saját magának kell megtapasztalnia. De én azt gondolom, hogy elsősorban egy finom tésztát kell kikísérletezni. Ez az alapja mindennek. Úgyhogy igazán titok nincsen benne. Szívvel, lélekkel kell elkészíteni, és egy jó receptet kell találni. Mik azok a különleges palacsinták, amiket kiemelnél az étlapról? Az egyik egy vegetáriánus palacsinta, ez kamembert és aszalt paradicsommal van megtöltve, ez az óriás palacsinta, és egy 4 magos salátát adunk mellé börekként, illetve a másik, amit egy más konyhából vettünk át, a burrito palacsinta, konfitált marhahússal, ezt a vendégek is nagyon szeretik, illetve azért, hogy nézzünk egy édes palacsintát is, somlói galuskát készítünk palacsintával, ez egy nagyon nagy kedvenc a vendégeink között. Ez volt a Bank 3 Palacsinta Bár. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel! Jó étvágyat kívánok!